A te tévéd is hazudik. Gébler úr, van egy percet, támadt egy ötletem, feltétlenül el kell mondanom. Nem érek rá, de ki velem? Röviden összefoglalom, az emberek megőrülnek a Titanicért. A jelölteket korabeli ruhába öltöztetjük, és egy hatalmas hajóra visszük. Minden kajütben lenne kamera, ahogy szoktuk. A gazdagok a fedélzeten, a szegények lent kapnak helyet, és aztán pénzre megy a játék. Például éjszaka le kell engedni a mentőcsónakokat, vagy valami mást. És aztán legfeljebb 30 nap múlva a hajó felborul. A gazdag megtarthatja a pénzt, a szegény megy a vízbe. A Titanicot ötvözzük a Big Brotherrel, ezzel meg lenne a szombat esti nézettség. Bomba ként rombanna, tuti nyerő, garantálom. Jaj, persze. Add ide, majd megnézem. Jó, köszönöm. Szép kis kocsi. Az. Kétner úr! Idióta. Kétner úr! Anger. Elállták az útját. Anger. A francba! Anger. Hostility toward the opposition. Anger. Hostility toward the opposition. Anger. Hostility toward the opposition. Anger. Hostility towards 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 the opposition. A szart csinálsz, te barom! Miben segíthetek? Valami gond van, vagy nem tetszik valami? Ehhez lenne kedved, igen? Ezt szeretnétek? Nyeztek! Ez kell! Ezt akartátok, igen? Ez tetszik nektek? Ezt akarjátok, tessék! Mehet meg! Ez kell! Na, még egyet! Megint itt vagyunk, ez itt a Szeret meg a szupernőt. Ebből a műsorból megtudhatjuk, milyenek is az igazi német urak és a német hölgyek. Három hölgy és három úr, akik még soha az életben nem találkoztak, ma megmutatták nekünk, milyen szülő válna belőlük, ám de. Természetesen még kíváncsian várjuk a mindent eldöntő, izgalmas finálét. Thank you.
csinos fiatal lány, amilyen te vagy, nem találja az igazit, akivel családot alapíthatna? Hm? Hát, nem. A barátnőim szerint azért, mert hihetetlenül maximalista vagyok. Ha például melírcsíkokat rakatok a hajamba, akkor az nem lehet olyan ronda, széles, csak is szép, vékony. És az a helyzet, hogy ez nálam a férfiakkal is így van. Először is legyen hűséges, dolgozzon, és legyen tiszta, de ilyet eddig egyszerűen sehol sem találtam. Marájke, akkor örülhetsz, hogy eljöttél hozzánk. Ma este segíteni fogunk neked. És most áruld el csak így magunk között. Mit gondolsz, ki nyeri meg ma este a mindent eldöntő versenyt? Nem is tudom. Esetleg Oliver? Szóval Oliver... Ha anyám ezt csinálta volna velem, tuti beperelném. Most átkapcsolok külső helyszínünkre, a Max Aurich intézetbe. Ott vár kolléganőm Katrin. Most őt kérdezem. Katrin, hallasz engem? Igen, Brita, méghozzá kitűnően hallak. Ermeyer professzor, ön hogy látja? Elkezdhetjük a nagy versenyt? Igen, mi készen állunk. Minden a legnagyobb rendben. Az elmúlt néhány napban a felkészülés meglehetősen kemény volt, ahogy hallottuk. Na igen, de annyit elárulok, hogy nem aknáztuk ki teljesen az urakat. Hé, hey, te vérzel? Nos, akkor már elkezdődik. Vérzel, öregem. És uraim. A francba. Itt az idő, hogy meghozzunk egy fontos döntést. Nagyon izgulsz. Rohadt életben. Igen. Most pedig meg kell adnod a startjelet. Menni fog? Igen. Biztos? Akkor megkérlek, Marájke, indítsd el a versenyt. Felkészülni! Vigyázz! Rajt! Nyerjen a legjobb! Ma egyik játékosunknak, Marájkének teljesült a legnagyobb kívánsága. Egy egész női ciklust, vagyis 28 napot tölthet egy Baden-Württemberg tartomány csodás vidékén található wellness hotelben, ahol kedvére úszhat, pihenhet, masszírozhatja és kényeztetheti magát, miközben az erős génekkel megáldott Heikóval megfoganhat az optimális gyermek. Tíz éve a TTS csatornánál jubileumi gála.
Nem láttad a gyöngycsoromat? Komolynak kell látszanom. Minek? A szerkesztőket legjobb esetben is csak az esti tagozatról hozzák. Bárkit felvesznek, aki kihullott az egyetemről. Egy perc alatt bedugnak egy sorozatba. Két mondat után észreveszi, hogy nem értek hozzá. Nehogy azt hidd, Maywald autókereskedő volt. Olyat be se tesz, aki észrevenni, hogy nem ért az egészhez. Jó estét! Jó estét! Elkéstünk. Elnézést. Maga Rainer Kettner? Igen, miért? Maga csinálja a Report 24-et? Igen, de egyébként ismerjük egymást? Egyáltalán ki engedte be ide? Ez meg ki volt? Valami őrült lehetett. Mindez Dieter Maywald programigazgatónak köszönhet. A másik ember, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a siker, a Report 24 és a Szent Pauli TV készítője. Forradalmian új műsorával, a Legyen tiéd a legszuperebb babával, július, augusztus és szeptember hónapban ismét számos rekordot döntött meg. Rainer Kettner! Azt hittem, hogy már nem is jössz. Szavaj nem ugyanez volt. TVS csatorna testközelből mutatja be az életet. Az élet nem más, mint szórakozás, buli, izgalom, és néha egyszerűen csak lebegés. Menj csak! Mindjárt jövök. Persze. Kettner úr, jó napot. Nicole Neumann. Julia, mindent a szerelemért. Úgy van. Igen, tudom. Szeretném megköszönni ezt az óriási lehetőséget. Imádom de a szerepet, és talán majd... Isteni az ötlet, nagy nézettséget fog hozni. TV-film is lesz belőle. Igen, elképzelhető. És mi lesz Maywalddal? Miért? Mi lenne vele? Úgy volt, hogy együtt vacsorázunk. A francba valamit ott hagytam. Menjetek, csak mindjárt jövök. Megmondjam, hogy kiszállok a Mark and Lawrence-ből. Ne, várj meg vele, mindjárt jövök, jó? Mm-hmm.
Doktor! Doktor úr, végre! Mi ez az egész? Mi történik velem? Ez valami félreértés. Doktor úr! Britta! Hello, Rainer. Ne menj el! Segíts! Majd, ereszel! Kérlek, ereszel! Te tudod, hogy nem csináltam semmit! Majd, eresz! Mi ez az egész? Nos, hölgyeim és uraim, most minden önökön múlik. Ez az ember, aki felelős az ízlésvilág romlásáért, és sok ártatlan agysejt pusztulása szárad a lelkén. Tehát ez az ember részesüljön életmentő műtétbe? Valóban kiérdemelte, hogy esélyt kapjon egy új életre? Gondolják meg, mert ez az ember a hibás, hogy önöket teljesen elbutították, egyedül és kizárólag. Ez nem igaz. Te is tudod, hogy nem igaz. Nem csináltam semmit, csak loptam. A mások ötleteit loptam el Angliából, Japánból, meg másonnan. Ők találták ki. A döntés az önök kezében. Hozzanak ítéletet, hölgyeim és uraim, de gondolják meg jól, ha rossz gombot nyomnak. Az nem az önök hibája. Majd, kérlek, majd, ne menj el, Anna, kérlek, maradjatok itt! Ugyan már, Rainer, ne csináld össze magad. Ezek nem is voltak igazi orvosok. Maradj, drágám! Game over. Ne! Most mennem kell. Holnap jövök, jó? Kizárt, hogy jobban gyűlölj, mint én magamat. Maga mit keres itt ilyenkor? Már megyek. Majd segít elaludni.
Jó ét. Tiriakuszó edző tegnap előtt felakasztotta magát. Miután a Report 24 című TTS műsor tudósítását követően bevonták edzői engedélyét. A vele egyháztartásban élő 20 éves leányunokája rágalmazásnak tartja a dopingra vonatkozó gyanúsításokat. A tudósítás hitelességével kapcsolatban kétségek merültek fel. A műsor felelős vezetője Rainer Kétner tragikus balesetnek nevezte az esetet, és minden felelősséget elhárított. Nem akarok semmilyen állopnyomozó riportot, inkább rejtett kamerát vessünk be. Az emberek azt nézni fogják, annyira nem hülyék, hidd el nekem. Igen, olyan dolgokról szóljon, amiket az emberek nem tudnak, de tudniuk kéne, érted, mire gondolok? Akkor, ahogy megbeszéltük, legyen két függőleges, jó? 8:45. Rendben, megegyeztünk. Oké, még beszélünk. Akkor holnap. Jó, szia. Azt kérném, hogy ezt húzd fel, és aztán vége. Jó. Köszi. Köszönöm. Szuper jó voltál. Na, szia. Belépéskor a kettes kamera megy. Gratulálok, szép munka. Köszi. október 10. Egy szemtanú Kuwaitból így számolt be az Egyesült Államok Kongresszusának Emberi Jogi Bizottsága előtt. Amikor ott jártam, iraki katonák jöttek be a kórházba. Kitépték a csecsemőket az inkubátorból. És hagyták, hogy ott halljanak meg a hideg padlón. Hát igen, szívszaggató történet. Béhem asszony, mit tud hozzászólni? Ezeket az érzelmekkel túlfűtött, utólag készült felvételeket annak idején az összes nagy tévéadó leadta, és végül sikerült megosztani az embereket a háború szükségességének kérdésében. Mi volt a bökkenő a történetben? Az egész hazugság volt. A lány, akit láttunk, a kuwaiti nagykövet lánya volt, aki még életében nem járt kórházban. A Hill & Knowlton PR ügynökség képezte ki erre a felvételre méghozzá az akkori amerikai vezetés megbízásából. Szerinted ez nem túl száraz? Egyáltalán beszámolt valaki erről a hazugságról? Igen, volt visszhangja.
Köszönöm, megtiszteltetés, hogy eljött a műsorba. Neked is köszönöm, remélem, hogy bennmarad. Igen. Ó, Istenem. Ó, ez nagy volt. Köszönöm, emberek. Köszönöm. Mutasd meg. Ismersz már lassan minden pornó oldalt a neten. Csak 5500 háztartás. Hihetetlen, hogy csak 5500 házban van olyan doboz, ami méri a nézettséget. Ez azt jelenti, hogy 13000 ember dönti el, hogy mit nézen a többi 80 millió az országban. Na és? Ezek csak becslések. És egyetlen egy doboz sincs külföldieknél. Rainer, már 3:30 van. Megbeszéltük. Köszönöm, Lor. Hello. Hello, Rainer. Rohadt vezetőségi ülések. Kérsz egy kávét? Figyelj, én leállítom a műsort. Így egy alkalom után? Ezt nem én döntöm el. A nézettségi index katasztrofális volt. És már az elejétől fogva. Én is láttam azt a rohadt diagramot, és tudom, hogy voltak hiányosságok, de tudod, hogy az én tapasztalatommal tutira felfuttatom. Már régóta benne vagy a show businessben. A mi csatornánk nézői egy megalkuvó horda. Nem akarják, hogy lenézzék őket, mert nem olvasnak könyvet. Ciciket akarnak, és megtudni, hogyan spóroljanak adót. Nekik csak ez számít. Oké, akkor nem lenne ideje, hogy felrázzuk őket, és megmutassuk a valóságot? De igen, valaki majd megteszi. De a mi feladatunk nem az, hogy jobbá tegyük őket. Ez üzlet, Rainer, és semmi más. Nem bírom tovább hallgatni ezt a baromságot. A mainstream mindig szar, a minőség csak néhány kiválasztottnak adatik meg. Ez barhaság! Menj ki az utcára és beszélj az emberekkel. Majd meglátod, az emberek egyáltalán nem olyan hülyék, mint a műsoraink. Jó, de akkor áruld el, hogy kiveszi meg a Britney Spears CD-ket. Jaj, Rainer, hagyd már ezt abba. Az embereknek egyszerűen csak a szemét kell. Épp ezért abba hagyhatnánk a hülyítésüket. Te sem hagyod, hogy a gyerekeid egész nap édességet zabáljanak, nem? Jól van. Ezt kifejthetnéd a hirdető ügyfeleinknek is. Minden propaganda legyen populista, a színvonala pedig igazodjon a célcsoport legkorlátoltabb gondolkodású tagjainak értelmi színvonalához. Tudod, ki mondta ezt? Adolf Hitler a Mein Kampfban. Jézusom, ne gyere már nekem ezzel! Hiszel a karmában, Maywald? Rainer, kérlek! Itt a csatornánál mindenki tiszteli és elismeri a munkádat, de... Szarok a tiszteletükre! De a drogfüggőségedet nem lehet tovább tolerálni. Te is jól tudod, hogy kizárólag az én befolyásomnak köszönheted. A te befolyásod? Köszönheted. Igen, az én befolyásomnak köszönheted, hogy a valósatot megint a mutánsokat! Az, hogy mutánsokat fejlesztetek ki, tönkreteszitek a kultúrát, szétziláljátok a társadalmat, és mindezt lelkiismeret furdalás nélkül! Te beszélsz? Nézd végig magadon, te mutyacsú! Nézd csak meg magad! Már az elejétől fogva itt vagy te! Igen, de már nem. Te rohadt kis kokszorbunkó. A megoldás tojásrántotta.
Tojás rántotta? Ez egy kicsit lóg, ezért itt fogjuk feltölteni. Engem bíztak meg, hogy végezzek kontrollvizsgálatot. Rákos vagyok. Hogy őszinte legyek, igen. Vigyenek magukkal egy takarót és szúnyogirtót. Azt mondta, vagy elmegyek zsírleszívásra, vagy elhagy. Az ilyen területek leggyakrabban a derék körül találhatók. Úgy nézel ki, mint egy kövér disznó. Kinek kell lesz így? A Titanic Show. 100 jelölt egy hajóban. Ki fogja túlélni a katasztrófát? A gazdagok a fedélzeten? Vagy a szegények a hajófenéken? Nézzenek minket, ha kíváncsi a drámai eseményekre, élet-halál küzdelmekre, vagy ha romantikára vágynak. Hogy felmondtam. Ha a nézettségi index nem stimmel, és a sok baromságot a kutya se nézi, akkor minden rendben. A gond az, hogy egyszer biztosan elkezdik nézni. Mert az emberek úgy hozzászoknak a szeméthez, hogy a végén még igénylik is. Olyan konzekvensen és szisztematikusan teszik tönkre az emberek erkölcsi nézeteit, hogy egyszer csak teljesen normálisnak találják, majd hogy a tévében csak tóksókat, ciciket, vagy mindenféle szemetet lehet látni. Ez egy tökéletes rendszer. De már nem sokáig. Az a rohadt nézettségi index az a híles sarka. Ott fogok betámadni. Nem, az egész elv egy baromság, gondolj bele! Ha egy ember naponta 5 órán át ül a tévé előtt, akkor elhűl, nem? Az a gáz, hogy pont azok, akik naponta 5 órán át bámulják a tévét, 5-ször jobban befolyásolják a nézettségi indexet. Na jó, de értem, de ismersz olyat, akinél van ilyen mérő doboz? Látod, erről beszélek. Nem, én sem ismerek senkit, akinél ilyen cucc lenne a házban, pedig már 1000 éve melózom tévéknél. Szóval azt mondod, hogy azok, akik nem fizetnek tévéadót, teljesen kimaradnak a mérésekből? Egy pillanat, az legalább a németek 20%-a. Ez azt jelenti, hogy az összes munkanélküli és diák teljesen kimarad az egészből. Sajnálom. Nem kell sajnálnod. Nem érdemeltem mást. Hé, várj meg, légy szíves! Kérlek, megáll, rövid leszek, hallgass meg, kérlek. Ami a nagyapáddal történt, azt rettenetesen sajnálom. Őszintén sajnálom. Tegyünk együtt valamit a szemetek ellen. Akkor nem lenne több ilyen rohadt árriport.
Tyler! Tessék! Jó reggelt! Jó reggelt! Tudna nekünk adni egy szobát? Szobát? Már rég nem adok ki szobát. Na jó, jöjjenek be, majd kitalálunk valamit. A 19-es és a 20-as. Köszönjük. Hé, hey. Kell egy óra. Jó napot, idegen vezetést kérnék. 5 euró lesz. Mi elemezzük a kvótákat, amelyek nap mint nap eldöntik, mit láthatunk majd a tévében. Nos, ez itt a híres EMI mérőóra. Ez dönt el mindent az országban. Amint látják, a tévéhez van csatlakoztatva, és saját távirányítója van. Minden családtagnak saját gombja van. Apa az 1-es gomb, anya a 2-es gomb, a gyereké pedig a 3-as. Még a vendégek számára is van egy külön gomb. Ez azt jelenti, hogy aki leül a tévé elé, annak először mindenképpen be kell jelentkezni. Azon a monitoron láthatják az aktuális kvótákat. Akkor most én leszek az anya. Megnyomom a 2-es gombot. Amint látják, a dr. Sommerfeld nézettségi indexe most 15 ezer nézőre ugrott fel. Ezek szerint egyetlen eszköz 15 ezer embert képvisel. Pontosan. Kicsit soknak tűnik. A családok ezért pénzt is kapnak? Nem, dehogy. Hazaszeretetből teszik. Kövessenek, kérem. Ebben 20 000 volt van, érti? Jól csak van. Nyugalom? Jól van, én nyugodt vagyok. Mi van magánál? Adja ide! Pakolja ki! Tegye oda!
Nem loptam a cuccot, ember. Csak kikölcsönözted, igaz? Nem, neked fogalma sincs róla, mi folyik itt. Ez egy nagy összeesküvés, érted? Halvány fogalma sincs az egészről. Ez itt jó célt szolgál. Lelkileg sárba döngölik a világot az ilyen seggfejek miatt, mint te vagy. Az ilyenek miatt. Te vagy a seggfejtő idióta! Hallod? Most beszólok a központba. Majd ők elvisznek, és aztán megnézheted magad. Filip, nézd rám. Hát te onnan tudod a nevem? Ott van az ingeden. Mi nem vagyunk bűnözők. És te sem vagy az, én látom. Nyugodtan hívhatod őket, de akkor lőttek az egésznek. Olyan lesz, mint a szép új világban, csak sokkal rosszabb. A szép új világban? Hogy hívják a szigetet, há? Paradicsom. És az első kiadás? 32-ben Angliában. És mit akartok azzal? Adj 5 percet és elmagyarázom, csak 5 percet, esküszöm, kérlek! Most szállj be, jó? Filip? Rajta! A francba! Indíts! Indulj már be! Megy! Filip, sajnos elvesztettem őket szem elől. Rendben, akkor gyere vissza a központba. Mi? Hogy? Halló? Nem hallak rendesen. Biztos megbolondult az aksim. Ez a vacak? Ismétlen, gyere vissza. Egy rakásszar. Igen, itt jobbra pontosan. Aztán megint balra. Igen. Elmegyünk hozzám, nem baj, ugye? Dehogy. Szóval olyan, mint a szép új világ? Mert az a kedvenc könyvem. Itt laksz? Igen. Szép környék. Úgy látod? Gyertek be. Sokat olvasol, ugye? Igen, igen. Ülj csak le. Szia. Kértek inni valamit? Én igen. Sört? Jó. Te mit? Én is sört. Szociofóbia. Most így esőre csak... Gyere, gyere ide, és ülj le te is. Az egy riasztó berendezés féle. Tudod, olyan... Ülj le. Ne. Oda én ülök. Köszi. Tehát akkor most... Tételezzük fel, hogy a nézettségi indexeket manipulálják, hogy a gazdaság teljesen rossz helyre tegye be a reklámjait. Hagyjuk a reklámokat, nem az a lényeg.
Hosszú távon kell nézni. A rohadt kvóták miatt egyszer majd csak olyan műsor lesz, ami azt szugerálja, hogy a vásárlás boldoggá tesz. És ezzel fogyasztásra nevelnek. Erre már én is gondoltam, hogy a kvóta meghatározói meg akarják osztani a társadalmat, és a politikusok is benne vannak. Akkor már csak egy szűk elit lesz, akik számára hozzáférhető a tudás, és így hatalmat szereznek. A tömeget tudatlanságban tartják és beadják. Hogy mindenért a zsidók a felelősek, is be kell masíroznunk Irakba, aztán jön Vietnám, meg Kurz ezredes, első János pápa, az örmények lemészárlása München, meg Dosztojevszki. Na jó, hogy akarjátok csinálni? Úgy gondoltuk, szerzünk egy ilyen dobozt, és megnézzük, egyáltalán van-e benne kábel. Az van benne. Tényleg? Igen. De ami ennél is fontosabb, az, hogy kellene egy címlista. Uh-huh. Az összes ember címe kellene, akiknél van egy ilyen kütyű, hogy ellenőrizhessük a nézettségi index valódiságát. Uh-huh. Ismerem a biztonsági előírásaitokat, ami biztos a legjobb a világon, de... Igen, tényleg, az eléggé megbízható, de... Ez nem jelenti, hogy ne lehetne áttörni. Amúgy már én is belenéztem. Hogy? Te? Megvannak a címek? Igen, most nincsenek itt, de... Na, várjunk csak. Ezek szerint te is ugyanazt vizsgálod, amit mi? Ugyanazt akarod, amit mi? Igen, nem is tudom. Lehet, hogy egy kicsit igen. Hát ilyen nincs, akkor... Akkor csináljuk együtt, álljunk össze, legyünk egy csapat, oké? Okay? Igen, igen, fogjunk össze, te, én, meg Pega. Egy csapat leszünk, és aztán adunk a pofájukra. Jó, jó. Jó, rendben, fogjunk össze. Minden oké? Okay? Igen, persze, egy csapat leszünk. Ki kell mennem? Egy pillanat! Filip! Filip, minden rendben? Filip, nincs semmi baj? Mit csinál ez? Filip! Igen? Minden rendben van oda bent? Na igen, én most jobb, ha elmentek innen. Gyere, menjünk. Nem, várj. Figyelj, Filip, ha az előbb kicsit rámenős voltam és túllőttem a célon, akkor ne haragudj, de tényleg én nagyon sajnálom. Ott a hajtó biztonsági berendezéssel van ellátva. Megjetek, jó? Filip, figyelj, el sem tudod képzelni, milyen fontosak nekünk azok a címek. Tegyél meg nekünk egy szívességet. Maradj már! Figyelj, mindjárt megyünk. Csak add meg a címeket, és már itt sem vagyunk, oké? Nem látod, hogy gyere már, oké, támadt egy ötletem. Várj már egy kicsit, hallod? Van egy ötletem, adok neked 500 eurót. Kapsz 500 eurót azokért a rohadt címekért, oké? Gyere! Gyere! Mi köze ez a nagyanyádnak? Akkor adok 1000 eurót a... Nem! Most menjetek innen! Menjetek el! Szociofóbia. Az egész rohadt életem egy szociofóbia. Milyen életed? Hé! Hogy haltak meg a szüleid? Autóbalesetben. Azonnal meghaltak. Sajnálom, ne haragudj. Semmi baj. A nagyapám nevelt fel, és az jó volt. Egyedül értél a nagyapáddal, senki mással? Filip? Hello. Szia. Gyere be. Akkor itt lenne a... az a lista. Címlista?
Igen, minden cím benne van. Ez rohadt jó. Ez azt jelenti, hogy... Igen, hogy benne vagyok, beszállok. Ne haragudjatok, hogy az előbb otthon annyira túlreagáltam a dolgot. Nem érdekes. Elvégre soha nem lehet tudni. Én nem ismerlek benneteket, és ezért én... Egyszer láttam egy filmet, amiben tökre bepalisztak egy fickó, de rajtatok látszik, hogy rendesek vettök. Szóval ezeket szétszórták az országban. Van Helgolandon, Zilten, meg ilyen helyeken. Hát néha kedvező vonattal odautazni. Hmm. Persze van más lehetőség, manapság fapados géppel is lehet. Kérsz egyszert? Igen, kérnék. Lehet, hogy ezekről kellene másolat is. Egészség. Itt vannak a piros pontok. A dobozokat szétszórták egész Németországban. Ma este meg lesz rá a bizonyíték, hogy ezt a szart senki se nézi. Munkára. Biller asszony, Lenz vagyok az IMA-tól. A nevem Günther, az Emrit Közvéleménykutató Intézettől hívom, feltetnék pár kérdést. Megkérhetném, hogy kapcsolja be a TV készülékét. Jó, és most megtenné, hogy átkapcsol a Voxról az RT-ra? Jó, nagyon köszönöm, Leonhard. Igen, csak egy viszont pillanatra hallás. Kapcsoljon át. Igen, az nagyon jó lesz, hálásnak köszönöm. Még az is lehet, hogy a tévéje elektromos sugarakat bocsát ki. Tudósok bebizonyították, hogy az bizonyos körülmények között rákkeltő is lehet. Most arra kérem, kapcsoljon át a TTS-re. Rendben, nagyon köszönöm, viszont hallásra. Francban. Gerold? Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Milyen kvóta? A dobozról, amivel a nézettséget mérik a tévében. Jó napot, Frank asszony. Itt Lenz az IMA-tól. Megkérdezhetem, hogy most néz a tévét, és ha igen, mit? Igen. A Colin Show a Kábel 4-en. Értem. Arra megkérhetem, hogy egy kicsit kapcsoljon máshová. Jó, rendben, köszönöm. Igen, pontosan. Csak annyit kérnék, hogy kapcsoljon át. Hogy miért? Utána egyből visszakapcsolhat, ez nem lehet gond, egy koncertről nem nagyon tud lemaradni. Elárulná miért? Talán annyi esze sincs, hogy megtalálja azt a gombot? Még mindig lehet véletlen, hogy csak olyanokat fogtunk ki, akiket nem manipuláltak, és mert túl sokan is vannak. Ez baromság, az a rohadt kvóta stimmel. Még a tizedes vesző után is. Most el kell mennem vizelni, jó? Persze. Elmegyek oda hátra. Figyelj, mesélek valamit, Reiner. Amikor én 15 voltam, akkor... Reiner? Reiner! Nem maradhatsz itt éjszakára, hallod? Na gyere! Hagyjatok! Ugye jó vagy, Reiner? Igen? Hallottuk, Reiner! Te jó ég, ez héberről beszél. Te érted? Hoppá, dehogy! Csak azt bizonyítottuk, hogy technikailag a kvóták stimmelnek. A tesztelő családok kiválasztásánál bőven marad lehetőség a manipulálásra. Ugyanis vizsgálják a politikai beállítottságukat, vizsgálják a fogyasztási szokásaikat. Én is láttam a kérdőíveket. Erre már keresztet vethetünk. Egyáltalán ki akarja, hogy megmentsék? Tudod, mit kéne tennünk? Minden állatból szerezni két példányt, építeni egy nagy hajót és várni. Bárka. Mint Noé. Nem, valami más teszünk.
Kicseréljük a dobozokat, és irányítjuk a kvótákat. Ahhoz kellene 5000 doboz, amiben építünk mobilvevőt, majd kimegyünk a házakhoz kicserélni a dobozokat. Akkor a mérődobozok már nem reagálnának a távirányítóra, csak a mi mobiljelzéseinkre. Gyakorlatilag nem gond, de a költsége túl magas. Miért? Nem kell mindez 5000 dobozt kicserélni, már 1000 is elég. Azzal befolyásolhatjuk az eredményt. Ebben igaza van, nem? Akkor is. Ahhoz előbb bankot kell rabolnod. Ez a legkisebb gond. Eladom a lakásomat. És mindent, ami benne van. Kétner úrnak nincs joga eladni az én tulajdonomat. Beperelem magukat lopásért, és ha azonnal nem tesznek le, akkor mi kerülünk. Viszontlátásra. És megválok a szerelmemtől is. Jó, de honnan akarsz leakasztani embereket, akik elmennek a címekre és kicserélnek 1000 dobozt? Sok a munkanélküli, nem? Elnézést, egy kérdés. Érdekli munka? Persze. Igen? Telekommunikációs terület. Őt? Akkor is, ez totál őrültség. 1000 doboz. Már logisztikailag is. Még ha lenne is 5 munkásunk, akik minden nap kicserélnének mondjuk fejenként legalább 4 dobozt, akkor is kellene rá 2 hónap. Az nem is rossz. Minden ez nap jönne igaz. Hozzá pár háztartás, és szép lassan változna az eredmény. Úgy kevésbé tűnik fel. Tökéletesen igaza van. Matt? A következőt. Gyere, légy szíves. Jó napot. Oda tessék. Hello. Jó napot. Szóval te pszichoterapeuta? Nem, de szívesen lennék. Ronda az írásom, mi? Nem, pirotechnikus. Ah. Én vagyok az emberetek. Mondd csak, értesz a számítógéphez? Egyszer már írtam e-mailt. Végül a reptéren kaptak el. 12 évet kaptam. 2 bankrablásért. Pedig csak műanyag pisztolyom volt. Rohadékok. És most próbaidőn vagy kint? Fél évig. Ez gondot jelent nektek? Egyáltalán nem. Namaste. Namaste. Jó, ön... Gopal Charan. Gopal Charan. Jó, Charan úr. Akkor meséljen egy kicsit nekünk magáról. Hadvaratból jöttem, Indiából. Ott laktam, és repülőket raktam össze. 5 éven át nem láttam más, csak gépeket, gépeket és gépeket. Elegem lett a gépekből. Közben megismerkedtem egy csodálatos német nővel, és ő mondta, hogy jöjjek ide Németországba. 61-ben Németországba jöttem, és aztán Stuttgartban, a Mercedes gyárban dolgoztam 20 hosszú évig, és megint csak a gépek, gépek és gépek. Megint elegem lett a gépekben, nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Akkor jöttem ide Berlinbe, és elkezdtem pantomímezni. Pantomim, és csak hallgattam, és hallgattam. Aztán elegem lett a hallgatásból, mihez kezdjek, gondoltam. Közben megint megismerkedtem egy német nővel, és ő mondta, hogy jöjjek el Maybachba. Oké. Ha adnának nekem egy kis munkát, kérem, kérem. Ért a számítógéphez, a technikához? A számítógéphez? Én nagyon értek a gépekhez. Ha mutatnak nekem egy kis számítógépet, akár össze is rakok egyet. Egy lelkisegélyszolgálatnál dolgozom, de nem fizetik meg. Amúgy szeretnék valami értelmesebbet csinálni. Olyan projektről beszélt, ami az embereknek lelki szempontból is a javára válik, ugye? Igen. Egyfajta lelki megszabadításról van szó. Ez nagyszerű. Milyen zenét hallgatsz? Régebbieket. Annak idején az ifjúsági klubban én csináltam a diszkót, és bevallom, néha most is feltekerem a hangerőt. Bern, te dolgoztál a telekommunikációban. Igen, a német postánál tanultam. Híradás technikát, Új-Brandenburgban majd.
külszolgálatra mentem, a Telekommal. 96-ig, utána elbocsátottak. Egyébként most hol laksz? Ott, ahol találkoztunk. A benzinkútnál? Igen. Ne haragudj, hogy megkérdezem, lehet, hogy egy kicsit hülyén hangzik, de muszáj megkérdeznem. Gondod van az alkohollal, ugye? Egyáltalán nem vagy rossz, és nekünk ez nem is probléma. Az egyetlen, amit tudnom kell, hogy attól tudsz-e dolgozni. Kiindulhatunk ebből? Nem jelent gondot. Oké. Fel vagy véve, Ben. És hol fognak lakni? Lakókocsiban? Nem, lakhatnak a panzióban. Rajtunk kívül úgy sincs itt senki. Namaste. Jó. Nem, azért ez. Na, figyelj, ez nem megy. Nagyon szép háza van. Kell egy bázis, egy számítógépes központ, értitek? Nálam otthon nem lehet. Jó lesz. Rössz, profil. Óvatosan elment az eszem! Ezek törékeny cuccok. Én is az vagyok. Pontosan. Akkor kellene még 5 darab coax kábel. Igen, 5. Minden munkásnak kell saját autó, meg felszerelés, mobil, stb. Amúgy honnan akarsz leakasztani 1000 dobozt? Az nem probléma, nyomoztam egy kicsit. Lehet kapni. A Svájcból lehet megrendelni. Persze nem olcsó, de megoldható. Igen, megvan a doboz, Filip! Mit csinálnak ezek ott? Azt én is szeretném tudni. Azért meg megpróbálhatjuk. Akkor próbáljuk meg. Jó, rendben. Próbáljuk meg. Szóval, a mi nagyeszű Filipünk kidolgozott egy úti tervet, amivel 2 hónap alatt elérjük ezeket a célpontokat. 2 hónap alatt? Akkor az naponta is fejenként 4,16 doboz. Jó fejszámoló vagy, Karl Heinz, nem rossz, de az 5 egyszerűbb lenne. Egyezünk ki napi 5-ben, jó? Oké. Továbbá, a munkaadótok, az IMA, a Média Analizáló Intézet. Véssétek az agyatokba, nagyon fontos, oké? Elmentek az emberekhez, és azt mondjátok, hogy egy új nézettségi indexet mérő doboz szereltek be. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Filip mindjárt elmagyarázza, oké? Ha az emberek többet akarnak tudni, vagy kérdésük van, akkor mondjátok, hogy hívják az új segélyvonalat. Ez nagyon fontos. A hívószám legyen rajta az információs mappátokon, jó? Ez baromi lényeges, mert ha az emberek az igazi IMA-t hívják, akkor benne leszünk a szarban, értitek? Persze. Igen, persze. Igen. Gopal? Aha. Jó. A jelszó kisebbség. Kisebbség? Én már kisebbség vagyok? Nem, ez úgy van, mint nálatok Indiában. Ez a legalsóbb kaszt. Fiúk! Érted? Az ő érdekükben harcolunk. Oké? Okay? Most nagyot rúghattok azokba, akik semmibe vesznek benneteket, és mindent megtesznek, hogy senkinek érezzétek magatokat. Tökön rúghatjátok őket. Ez jó lesz. Persze, jó lesz. Tehát erről van szó. Ez a készülék a kulcs. A kábelek meg vannak számozva. Igen, tudom. Virágozzon fel a föld, nőjön a fűfa, a virág, amit én ültettem, és teremjenek a fák. Ez jó, nem? Igen. Nekem mindig erőt ad. Tudják mit? Itt hagyom maguknak.
Ígérem, hogy az úrkönyvében minden gondjukra találnak majd jó tanácsot. Egyébként sok szerencsét kívánok a kertjükhöz. Köszönjük. További szép napot. Viszontlátásra. Köszönjük viszont. Elnézést kérek, mindent rendbe hozok. Nálam, hogy mindent rendbe hozok. Mindent rendbe hozok. Meg is vagyok. Rendbe hozok mindent. Még egy kicsit balra. Minden tuti, Dieter. Jó, csak óvatosan. Ó, Istenem! Jaj, nekem! Megütötte magát? Hívjam a mentőket? Azt hiszem, hogy a bordám, Dieter, a bordám. Ez nagyon fáj. Megyek, hívom a mentőket. Nem, természetesen kifizetjük a kárt. Igen, majd a tűzkárbiztosítás állja. Természetesen a bútorokat is rendezzük. Pontosan, emiatt ne aggódjon. Jelentkezünk. Jó, visszhall. Köszönöm. Ári leesett a létráról, ma már nem tud bejönni. Mi? Be kell vinni a kórházba, vagy mi? Én sem értettem pontosan. És itt mi volt? Hogy mi volt? Egy rakásszar. Én nem is tudom, valahogy felcserélhettem a kábeleket. Felcserélted a kábeleket? Kárainc, az nem csak egy egyszerű cserebere volt, hanem rövid zárlat. Oké? Kigyulladt a szoba, és majdnem leégett az egész ház. Azt hittem villanyszerelő vagy. Igen, ne haragudjatok, de én nem vagyok villanyszerelő. Én hazudtam. Mondd csak, mi lesz, ha mindannyian sítre kerülünk? Olyanokért, akik nem kérték, hogy megmentsük őket. Arra nem kerül sor. Akkor miért nem tudsz aludni? Régóta nem alszom jól. A Guggenheim is adakozott? Miért nem voltál ott? Figyelj csak, ne haragudj, de le kell tennem. Később még hívlak, jó? Akkor szia! Na, hogy áll? Kész vagyok, indulok is. Hová roham, maradjon még. Jó, de még van címem. Tudom, de maradjon még egy kicsit. Hogy is hívják? Jürgen. Igen. Van egy jó viszkim, jöjjön, azt muszáj. De meg vezetünk kell. Ugyanaz nem probléma. Van taxi, és nekem is van sofőröm. Igen, igen, de kocsival jöttem. Tip-tip-tip. Voilà. Ígyunk, ránk! A földön mindenütt a munkásosztály a hatalom. Különben sztrájkolnak a vállalkozók. Kubában pedig hozzák a normát. Moszkva manipulálja az időjárást. Pekingre egyetemi reform. Elalszom. Mi most nem hallhatsz? De nagyon fáradt vagyok. Szólj a sofőrödnek, hogy vigyen haza. Jó napot! Jó napot! 112-es járőrnek, Vétel! Központ a 112-es járőrnek, Maga Reiner Kétner? Igen. Mi a probléma? A probléma itt ül hátul. Mit követett el? Bauer úr belerohant egy buszmegállóba. Azt rendezi a biztosító, nem? Ittas állapot esetén nem hiszem. Ehhez jön, hogy ellenállt a rendőröknek, és mivel Bauer úrnak nincs állandó lakhelye, őrizetbe kellett vennünk. Ha csak nem tesz le biztosítékot az okozott kárért.
Mennyi az óvadék? 50 000 euró. 50 000 egy buszmegállóért? Az a megálló legalább 100 000, és az csak a javítási költség. A végén persze lehet kevesebb, és több is. Annyit nem tudok kifizetni. Vigyék magukkal. Mi lehet? Reiner, mi a baj? Itt valami nem stimmel. Gyere visz! Nyugalom. Éhes vagyok. Hogy lehet valaki ennyire barom? Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy nekem végem van, hogy végeztünk ezzel a szarral. Nem lett volna szabad összeállnunk azzal az aszociális hülyével, soha! Tűntek, megbeszélés lett volna. Nem jönnek vissza. Igen, és mi? Mit gondolsz? Mert cserben hagytad Bendet. Nem hagytam cserben. Figyelj, a táskában még pont 50 000 euró van. Ha azt most odaadom, mindennek vége lesz. Bend is ember, és megbízott benned. Csak elvégzett egy melót, amiért én már megfizettem. Nem tudom, hogy kinek képzeled magad. Ha azt hiszed, mert pénzed van, felvehetsz embereket, akik sitre mennek, érted? Te meg hátat fordíthatsz. Egy emberről van szó, akit most sitre vágtak. Pega, kérlek. És ha én ülnék a sitten? Hagynál Bent rohadni? Csak hogy nem te ülsz a sitten, hanem Bent. Nem fizetek érte, ezt felejtsd el. Jó, akkor én is kiszállok. Pega! Pega! Pega, várj már egy kicsit. Lehet, hogy pár dologban igazad van. Jó, lehet, hogy mindenben, de kérlek. Kérlek, ne hagyd most cserben. Figyelj, elismerem, hogy néha bunkó vagyok. Nagyon jól tudom. És szeretném is tudni az okát. Csak néha úgy érzem, ha nem vagyok bunkó, akkor... Senki más nem akart összeállni veled. Csak ezek a szerencsétlenek, akiknek még vannak érzéseik, és akik épp ezért nem értik ezt a rohadt világot. De ez neked nem számít. Szükséged van rájuk, mert mások, de nem fogadod el őket. Néha azt hiszem, ha ezt megnyerjük, minden marad a régiben. Csak akkor te diktálsz, nem ők. Menj a pokolba. But I know
10. Ezzel 20. 30. 40. 50. Menjen ki az udvarra, a második ajtó balra, ott adják át. Oké. Itt Harry, te vagy a Scott? Igen. Bent szabad. Hogy? Mióta? Ma reggel óta. Isten hozott! Na most már minden rendben. Ki veszik? Na, jó, hogy újra itt vagy. Nem volt, fesik? Hiány osztál. Hiány osztál. Na most már minden oké lesz. Nem akarsz még egy kicsit inni? Hát figyelj. Na meleget. Hát mindegy, itt vagyok köztetek. Gyere. Ezzel vége. Elfogyott a pénzem, nem tudok fizetni. Rainer, már átgondoltuk a dolgot. Folytatjuk veled. Fizetés nélkül is. De nem megyünk be a házakba. Az adatok a háztartásokból telefonon keresztül jutnak el az IMA-hoz. A telefonba nyúlunk bele, nem megyünk be a házba. Na és ez hogy működne? Minden házban van elosztó a telefonhoz. Majd arra megyünk rá. Bár újfajta kulcs van hozzá, egy olyan svájci, de Kálléval elintézzük, így vagy 8-at megcsinálunk naponta. Rainer, figyelj! Ez egyszerű hívás átirányítás. Ráadásul minden háztartásból. Itt az elosztó doboz. Ebből a mi központunkba jön minden. Így. Az adatokat megbuheráljuk, visszaküldjük az elosztóba, és onnan a módosított adat megy az IMA-hoz. Ebből semmit nem vesznek észre. Legfeljebb 5 millisekundum a késés. Hát akkor munkára fel. Igen! Jól van. Ne fáradsz, Szöki! Csáó, akkor holnap! Hare Krishna! Na és megtankoltál? Igen. És fizettél is? Nem. Miért nem? Mert hosszú volt a sor. Miért nem álltál a végére? Ott már álltam. Sensation on the television. They're selling a replacement for the kids in the basement. Come on, we're gonna tear it all. Let's go. Let's get to the power. Come on, we're gonna tear it all. Let's go. Signal to the tower. We found a better station for our entertainment. Make a reservation for a new engagement. Come on, we're gonna tear it all. Let's go. Come on, we're gonna tear it all. Let's go. Figyelem. Kedves ellenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim,
A következőt szeretném bejelenteni önöknek. Ma, közép-európai idő szerint 14 óra 36 perckor a számítógépes rendszerünk kapitulált. Mi van? Várjátok, várjátok. Méghozzá a következő okból kifolyólag, hogy ezentúl velünk működjön egy. Igyunk az anyára! A földön kívüliek miatt! A számítógépekre! A prémiumokat a mai nappal megemeljük, háztartásonként egy sörrel toljuk meg! Akkor ide egy sör! Nem kocintok többet. A lélegzeted olyan, mint a hűs tengeri szellő. A szemed elfárad. Ezért most behunyod. Képzeld el, hogy egy zöld mezőn sétálsz. És egyszer csak a tengerhez érsz. Beleugrasz a vízbe. Miért? Nem tudok úszni. Jó. Most jó lesz. Akkor rögzítem. Rendben. Várj, megint elfordult. Állíts 10 fokkal nyugat felé. Jaj, Filip. Ez az aktuális kvóta. 500 háztartással először csak egy adót tudunk befolyásolni, többet nem? Igen, próbáld igen. Meg. Próbál. Rendben, rendben, jó. Melyiket válasszuk? Kinek a legmagasabb? Itt a TTS-nek. Azon most mi megy? Az új államtesten. Ja, csak nem az a szar, amiben a nők átoperáltatják magukat. Ez egy rakás személy. Akkor legyen a TTS, jó? Van kifogásod? A világon semmi. Rendben. Még egy pillanat. Semmi. Semmi. Megmozdult! Megy! Lefele megy! De még kell ezer házkutás! Mindenki kell, vagy ezer! Legalább! Szerezzük félét! Ha igen, megy lefele! Minden jót! A holnapi viszontlátásra! Jó, jó! De tarts meg, jó? Tarts meg! Hölgyeim és uraim, 5 háztartás már megvan az 5 sör. Most indul a 6. Egy sör nekem, egy sör neked. Elmerülök. Mondja, mit szól a csatornája a TTS nézettségi indexének válságához? Válsághoz? Miféle válsághoz? A legfrissebb adatok nagyon rosszak voltak. Még mindig piacvezetők vagyunk. Ellentétben a maga vackával. Hülye liba. Már vád? 20 perc múlva az irodámban akarom látni. Az nem érdekel. 20 perc múlva. Figyelje, Maywald, nem érdekel, hogy mivel emeli a nézettséget, de melegen ajánlom, hogy cselekedjen gyorsan.
Az emberek a jelenlegieknél tartalmasabb műsorokat akarnak. Köszönöm. Köszönöm a bizalmat. Jó, van, mehetünk. Elmondom, hogy megy ez. Műsorra tűztünk egy szappanoperát. Az meg tudod, milyen a történet? Előre látható szarszínészek, az olcsók közt is a legolcsóbbak. Aha. Eleinte alig volt nézettség, az emberek azt mondták, ez borzalom, ezek szórakoznak velünk. Igen. De mi tovább vetítettük. Minden nap ment, könyörtelenül, 6 hónapon át. Érted? 3 hónap után a nézettség javulni kezdett, 5 hónap után még jobb lett. És 1/2 év után már szerették is. Jó, de az hogy lehet? Pusztán azért, mert hozzászoktak, megszokásból. A Földön a megszokás a legnagyobb úr. Ha elég sokáig mutogat szart az embereknek, már csak azt akarják, de mi az ellenkezőjét tesszük. Addig nyomunk igényes műsort, amíg már csak az kell nekik, ilyen egyszerű. Gondolod, hogy ez tényleg bevált? Hát persze. Semmi jó. Jézusom. Gyere, Pega, itt egy dokumentum az ősi Egyiptomról. Jónak találod? Állítsuk be 7,3-ra. Az jó lesz. Nem találtál semmi mást? Ja, igen. 0% keres Németországnak jó énekest. Ez az, le a versenyterrorral. A félelem felemészti a lelket. Ez meg micsoda? Fassbinder, az jó. Nyom fel, Filip. Mi az, valami celeb? Nem, az egy nagy menő rendező, de tényleg. Káromkodtok? Nem, Fassbinder egy rendező. Gopát, hihetetlen vagy! Embervadászok Indiában. Élet a Himalája tövében, megvan? Igen, nézem. Itt van még a Eurosport is, most már az amerikai chopperek. Az micsoda? Azok olyan jó kis finomra tuningolt motorok. Tudod, amire a motorrajongók buknak. És itt a kika, itt a kika, az Viki a viking. Hello, Viki! Hogy is van? Jó barát! Húzd fel a vitorlát! A halva! Szerintem halálva! Kapitány! Időben a tévéműsor jelentősen megváltozott, aminek az a következménye, hogy a barátaim egy része már nem néz tévét, mások viszont a megbeszélt találkozót is lemondják, mert izgalmas dokumentumfilm, vagy egy jó film megy a tévében. Itt az ideje, hogy megkérdezzük a lakosságot. Itt van velem Hagen asszony. Önnek tetszik az új tévéműsor? Igen, kifejezetten. Nagyon érdekes dolgokat találok a tévében, és örülnék, ha ez továbbra is így maradna. Szerintem szar az egész, és most már alig nézek tévét. Én is. Például tegnap este bekapcsoltam a tévét, és szinte csak olyan dögunalmas fekete-fehér filmek mentek. Nekem nagyon tetszenek a tévében végbe ment változások. Régebben az ember mindent igaznak vélt, amit a tévében látott és hallott, de aztán egyszer csak rájöttünk, hogy a műsorok legnagyobb része szemétre való. Most viszont annyiban más a helyzet, hogy amit megnézünk, annak köze van az életünkhöz és a valósághoz. A tévéműsor változásainak nagy részét én is jónak tartom. Nagyszerű dolog, hogy Németország megint gondolkozik. Hogy a fészkes fenében lehet az, hogy nincs legalább 20 koncepció odát az íróasztalomon? Nincs más. Csak pár nyomvat oldal musicalekről. A nagy mix. Egy musical show. Ki kapott közületek olyan szarnevelést, hogy a musicalnál a kultúrához tartozik? Te akartál fokozatos változást. Az 3 nappal ezelőtt volt, te vadbarom! Az emberek egyszerűen megkergültek, a jó ég tudja miért. Közületek, bárki belegondolt már, milyen helyzetbe kerültünk az utóbbi időben? Mi is tudjuk, hogy a nézettség szar volt, de mondd meg, mi a fenét csináljunk? Intelligens műsort! Csináljatok végre intelligens műsort a rohadt életbe! Húgyagyúak! Mind diplomások vagytok! Hallottátok, mi kell? Agykutatás, német császár, buddhizmus, Friedrich Nietzsche, és még sorolhatnám! Mit tudom én? Találjatok valakit, aki nem kokszolt 10 éve!
kisasszony keresi. Küldje be, kérem. Anna! Mi zújts veled? Elbűvölő vagy, mint mindig. Köszönöm. Nagy kár, hogy olyan ritkán találkozunk. De tudod, hogy van ez. Gyere, üljünk le. Na, mesélj már. Mi zújts nálatok? Minden rendben. Az új irodalmi műsorunk tök jó lesz. Melyik is? Segíts már. A Hit and Read. Ismert emberek nyillal dobnak könyvcímekre. És amit eltalálnak, abból olvasunk fel. Ja, igen. Ez tuti bejön. Őrület. Ez szuper. Kérsz valamit inni? Nem, köszönöm. Te egyébként, hogy van Rainer? Nem hallottál róla mostanában? Nem. Már rég nem. Miért? Hát csak úgy, elvégre ő is barát. Mielőtt eltűnt, nagyon foglalkoztatta a nézettségi index. Te tudsz valamit róla? Figyelj, azért hívlak, mert van olyan rendszeretek, amivel be lehet mérni a mobilokat. Egészségünkre! Ígyunk! Egészség! Itt van egy kis lépcső. Kettő. És... három. A Varsói hídon. Kiderítjük, mit gondolnak a kritikus berliniek az új tévéről. Nekem azt tűnt fel, amikor tegnap láttam egy interjút vagy egy vita műsort, hogy nagyon hosszú volt. Sokkal hosszabb, mint az eddigiek, de nekem kifejezetten tetszett. Kérhetnék végre egy rendes tapsot. Kérem. Na jó, ezt hagyjuk. A televízió afelé tendál, hogy leképezze a valóságot, és a valóságra utaljon. Eredetileg ez volt a média hivatása, a médium szerep a közvetítés. Ezzel most felszabadítanak minket. Ismét lélegzünk, és éljük az életünket. Pár hónapja ilyenkor már javában tévét néztem, de ma este kimegyek az Elba partjára sétálni. And a thousand years
Ha-ho! Tessék. Majd én elintézem. Rainer! Ezer éve nem láttalak. Jól nézel ki. 5 évet fiatalodtál, már nem drogozol? Mit akarsz? Bevallom, Rainer. Minden elismerésem. Nagy ez a rendszer. De tényleg, amit itt felépítettetek? Nem néztem ki belőled. Figyelmeztetlek, hogy ebben ne avatkozz bele. Nyugalom, Rainer, hűsd le magad. Elég egy hívás, és mehettek mind a rács mögé. Világos? Istenem, Rainer. Hát megérte. Most őszintén. Szerinted tényleg megérte? Oda a karriered. Eladtad a lakásodat. És mire volt jó? Hogy bebizonyítsd a tévé elbutit. Hát, ez aztán újdonság. Elmondom, mi a helyzet. 20 éve az embereket érdekelte, hogy pusztulnak az erdők. Imádkoztak a világ békéért. Manapság már csak Brad Pitt és Paris Hilton segge a lényeg. Az embereknek ez kell, erre van igényük. Másra egyáltalán nem figyelnek. Nem vetted észre? Te most elindítottál egy divat irányzatot az egésszel. Na jó, és? Az emberek most egy kicsit könyvekről csevegtek, és nem a tévéről. Nem gondolhatod komolyan, hogy a természetükben bármi megváltozott? Ki az? Mi történt? Lebuktunk! A Bajvár! Csst, hallgass! Bajvár, ki az a Bajvár? Hallgass már! Nyugi, maradj már! Az az őverdája, nem? Megyek és felgyújtom! Az nem! Ne csinálj! Ez a régi tápláléklánc, Rainer. 68-ban az a liberális baromság majdnem tönkretett minket. Nem győzhet mindig mindenki, ezt még a hülye is tudja, de a többieknek is kell feladat. Az nem megy csak úgy. A tévével minden idők legstabilabb rendszerét tettük lehetővé. Az emberek nem mennek az utcára, már nem agyalnak hülyeségeken. Mi nem tesszük tönkre a világot. Mi vagyunk a jók, megóvjuk őket. Te rohadt fasiszta. Ez butaság. Ostobaság, Rainer. Őrültség. Ugyanis ma már semmilyen különbség sincs az állam, a média, a vallás, a politika, a tudomány és a gazdaság között. Egyetlen készülék szolgálja az emberiség javát. Az emberek dolgozni járnak, minden más a tévében játszódik. Tűnj el innen, te rohadék, vagy kicsinálok. Tényleg azt hiszed, hagyom, hogy tönkreted a karrieremet? Üzletet ajánlok. Folytassátok a magas röptű programotokat, ahogy akarjátok, de a TTS kvóták 10%-kal nőjenek. Méghozzá stabilan 20 napon belül. Cserébe finanszírozom ezt az egészet. Minden százalékért kaptok 100 000 eurót. Ha lehet, még malássatok hozzá, vagy mehettek a sitre. Te döntesz. Egyébként Anna üdvözletét küldi neked. Jól megállta a helyét. Szép jó napot, uraim! Én arra szavazok, hogy folytassuk.
És Maywald kapja meg a rohadt százalékát. Nem bízom a fickóban. Valamiben sántikál. Amint kinevezik a csatorna élére, felad minket. Egyetértek. Nem bízhatunk ebben a patkányban. Én másképp látom. Mert ha most belemegyünk a játékba, akkor már ő is benne van. Mindent dokumentálnánk. Jó, de akkor nem csak a kultúrát támogatjuk, hanem a szemetet is. Hogy fér ez össze? Eláruljuk az elveinket. De a KP-ra szükségünk lenne. Tudjátok, mit jelent 1 millió? Új kocsik, számítógépek. Mindig a pénz a forradalmak végének a kezdete. Jó reggelt, Lor! Jó reggelt, főnök! Hogy telt a hétvége? Oh, jól. És magának? Csodásan. Amióta a hajóm új tőkesújt kapott, csak úgy szeli a habokat. Mesés volt. Ezek a hétvégi kvóták? Ilyen rosszak? Hívja fel a belügyminisztert. Már is. Ja, és Gründgens úr szeretne beszélni magával. Azt el tudom képzelni. Mondja meg az elnök úrnak, hogy 9:30-kor ott leszek nála. Jó. Addig ne zavarjanak. Zárja be az ajtót! Igenis. Maywald, sajnálom, de jól tudja, hogy van ez. A nézettség egyszerűen katasztrofális. Hónapok óta. A dolgok nem úgy állnak, ahogy látszanak. Rainer Kétner, emlékszik még rá? Van egy szabotőrökből álló csoportja, és módosítják az adatokat. Ugyan már kérem. Nem tudom, hogy csinálják, de nem is érdekes, csak... Maywald! Szedje össze magát, mi nem egy sorozat szereplői vagyunk. Hallgasson és viselje férfihoz méltón. Az új szellemre, vagy hogy is nevezi, nem sikerült átállnia, és nekem le kell vonnom a konzekvenciát. Különben a következő részvényesülésen a fejemet veszik, ezt maga is tudja. Kitartás, Maywald. A tekintélyes végkielégítéssel kezdhetne valami újat. Nem volt valami hajója? Hogy is hívják ő? Lissi? Menjen el vele szabadságra. Kimerültnek látszik. Lucy! Maywald! A hajómat Lucynak hívják, te átkozott vén hülye. Kipakolom az egész sztorit. Aztán majd mehetsz budit pucolni. Te rohadt korrupt patkány! Segnyaló. Kezdhetünk.
Jó reggelt! Ki kér egy csésze kávét? Egy-két ágyas szoba, vagy két egyágyas? Fent minden tiszta. Minden tiszta? Jól van. Mi az, hogy minden tiszta? Shout and groan and cry and bite, make me forget my pain. Scratch my back and pull my hair, yeah. Make me forget my name. I am the grass man, put me where you choose. I am the grass man, I will burn for you. Két nap múlva mennünk kell, mert jön a nagybátyám. Nálam két ember megaludhat a buszban. Az most nem olyan fontos. Fontosabb, hogy továbbra is kézben tartsuk a rendszert. Újra kell indítanunk az egészet, Filip. Már rég tudnak a hívás átirányításról. Nem állhatunk le, még csak most kezdtük el. 3 perc alatt bemérnek minket, és akkor annyi. Úgy mindennek vége. Legalább megpróbáltuk. Elárulnád, mit próbáltunk meg? Egy totál értelmetlen akciót. Ez olyan, mintha télen hősugárzóval akarnád fűteni a várost. Pont olyan értelmetlen. Baromság. Rohadtul semmi értelme. Mi az? Ez a mai? Igen. Mutasd! Ezt nem hiszem el. Filip, ezt nézd meg. Ez nem lehet igaz. Nem hiszem el. Igen. Hát ilyen nincs. Ezek a mai adatok? Mi történt? Az emberek még mindig a jó dolgokat nézik, pedig már 2 hete nem manipuláljuk az adatokat. Figyelj, Rainer, ez azt jelenti, hogy folytatjuk? Mixi? Haszló? Haszló. Mi az a házlok? Egy falu, Rajnavidék felsztartományban, ahol állítólag reprezentatív a népesség keresztmetszete. Ott csipkártyával vásárolnak. Mielőtt Németországban valami a polcokra kerül, először házlóban tesztelik. Értitek? Ott dől el, mi lesz eladható, és mi nem. Ez mennyibe kerül? 1,40 €, gopán. Köszönöm. 4,95 € lesz, köszönöm. 7,80 €, ez az üveg pedig a cég ajándéka, én vagyok a cég. 35 € kérnék. Csak egy 20-asom van. Nem érdekes, adja ide. De a kártya is kellene. My heroine, everything can be.
magyar hangok. Csík Csaba Krisztián, Bogdányéti Tanilla, Katona Zoltán, Jászai László, Bolba Tamás, Jakab Csaba, Mikula Sándor, Varga T. József, Vári Attila, Holló Orsolya, Barbinek Péter, Cifra Krisztina, Sági Tímea. A forgatókönyvet Katarina Held és Hans Weingartner írta. Fényképezte Christine Meyer. Zene Andreas Vodráske és Adam Ilhan. Rendezte Hans Weingartner. Magyar szöveg Nagy Gabi. Szerkesztő Németh Beatrix. Hangmérnök Lang András. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Tóth Flóra. Szinkronrendező Lengyel László. Produkciós vezető Milassi Nákos. A szinkron a Duna Televízióban készült. Grass man, I will burn for you.